Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan kell a szövegszerkesztés témazáró feladatait elkészíteni gyorsan. Először is tekintsük át, hogy mi a feladat. Egy három oldalból álló dokumentumot kell elkészíteni. A harmadik oldalon tartalomjegyzék van. A tartalomjegyzékről tudjuk, hogy címsorok használata szükséges. Ezen kívül mindegyik oldalon ugyanaz a fejléc ismétlődik, tehát ez az élőfej, tehát ilyen készítésére is szükségünk lesz. Az első oldalon minden betű talpatlan betű, a második oldalon pedig talpas betűk vannak mindenhol, illetve ez pedig a kurír betűtípus, ez annyira jellemző, hogy ezt érdemes fölismerni elsőre. Tehát ezeket a dolgokat kell elkészítenünk, ezt mindenképpen érdemes így előre megnézni. A nyers szöveget vágólapra másoljuk, majd elindítjuk a Word-öt, és beillesztjük. Innentől kezdve jöhet a szerkesztés. Fejlészbe belekattintok, és beleírom a szöveget. Egyelőre nem formázok semmit, csak gépelek, hiszen ezt szoktuk meg. A tabulátorokat persze érdemes használni már ilyenkor rögtön az elején. Látszik, hogy már eleve a fejlészbe ott két tabulátor nekünk elő van írva, tehát két kattintás, és oda már be is tudom írni azt, hogy osztály 8. Ne felejtsük el a szóközöket is használni, hiszen ez fontos lesz a javításnál. Második sor szövege. Készen van. Most már jöhet a formázás. Az első rész ez itt félkövér és piros. A második sor pedig alá van húzva, tehát szegélyes mintázat, egyéni, szaggatott vonal, kék és vastag és aláhúzás. És akkor még annyit kell csinálni, hogy a szövegünk egy kicsit távolabb legyen a fejléctől, tehát ide akkor be kell tenni még egy térközt utána, hát legyen ez legalább 36 pont. Jó, ezzel már készen is vagyunk, és jöhet a további szerkesztés. A garanciaszerződés felirat ez középre igazított, és félkövér. Egyébként a betűtípusra, hogyha ránézünk, az Arial Black-et ismerhetjük föl, mérete pedig hát jóval nagyobb, mint amilyen az eredeti beszúrt változatban volt. A betűtípus pedig kiskapitális. Ez a bekezdés is be van keretezve, szegélyes mintázat, egyéni, sima vonal, automatikus fekete és körbe. És még arra érdemes figyelni, hogy nem ér ki a mintán a két szélére, tehát a baloldali behúzást és a jobboldali behúzást is 2 centivel csökkentem, vagy lehet akár 3-mal, és mindegy 2 centivel csökkentem, az úgy már teljesen jó lesz. A következő két sorban pontozással kell tabulátorokkal a helykitöltőket elkészíteni, tehát a bekezdés, tabulátorok, jobbraigazítós, pöttyözött és 16 cm-hez fogjuk mindezt felvenni. Oké, és akkor a megfelelő helyre pedig csak simán benyomom a tabulátor gombot, és ez már el is készül. Arra azért figyelni kell, hogy legyen helyünk beleírni szöveget, tehát itt a garanciaszerződés bekezdés után kihagyunk megint legalább egy 24 pontot, tehát hogy ez lejjebb csúszson, és az az igazság, hogy ezt a két sort is sorközökkel kéne, vagyis hát térközökkel kéne ellátni. Én azt gondolom, hogy legalább 12 pont, de akár 18 pontot is tehetünk rá így. A következő, ez a bekezdés, középre igazított, a betűk félkövérek, és annyira növeljük, hogy pont úgy nézzen ki, mint a mintában. Itt megint előtte-utána egy kicsit nagyobb térközt kell beállítani, tehát előtte is legyen 18, meg utána is legyen 18 pont. A következő sorokban 4 pöttyözött sor következik, ezt megint tabulátorral tudjuk elkészíteni. Tabulátorok, a 16. centiméterhez
jobbra igazítós pöttyökkel kitöltött tabulátor lesz, és egyszerűen csak tab, enter, tab, enter, tab, enter, tab. Itt is a sortávolságot szépen be tudjuk állítani úgy, hogy a térköz mondjuk 18 pontos legyen, és az azt követő bekezdés az sorkizárt, és első sor behúzású, tehát a behúzás típusa első sor, a mértéke az pont jó lesz úgy, ahogy felajánlotta. Ezzel már itt készen is vagyok. Majd az eladó és a vevő pontozása fog következni. Hát itt a pontozáshoz megint a tabulátorokat használom, és fölveszek egy tabulátort, ami 5 cm-ig tart és pöttyözött, aztán 16-ból kivonok 5-öt, az 11 centi. A 11 centinek nem kell pöttyözni a kitöltését, és a 16 cm-ig pedig most megint egy jobbra igazított pöttyözött tabulátort veszek föl. Oké, okay. Tab, 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 már készen is van. És akkor utána még az eladót és a vevő feliratokat kell középre igazítani. Itt megint a tabulátorokat fogom használni. Az 5 centisnek a fele az nyilván 2,5, tehát 2,5 centihez egy középre igazítós felvétel, illetve a 11 és 15 között félúton a 13,5 van, tehát 13,5-hez középre igazítós felvétel. Oké. Okay. És itt nyomok egy tabot, majd nyomok a vevőnél is egy tabot, még annyit kell megcsinálni, hogy ez után, a bekezdés után itt legyen legalább 24 pont térköz, hogy legyen hely beírásra, az aktuális dátum beírása pedig olyan egyszerű, hogy elkezdem írni, hogy 2018, teszek egy pontot, és utána Enterrel már a mai dátum be is íródik. Na most beszúrok egy oldaltörést, már is a következő oldalon vagyok. Ha megnézem a mintát, akkor látom, hogy ez egy talpas betűből készült oldal, úgyhogy szépen belemegyek ide, a szövegemet kijelölöm, kezdőlap, és kiválasztok egy talpas betűt, lehet az például a Cambria, de teljesen mindegy, hogy melyik, az egész szöveget nyugodtan Cambriára állíthatjuk. A címsorunk kék, félkövér, és nagyobb. Tehát körülbelül ekkorára érdemes fölnagyítani egy ilyen 14 pontosra. Látszik, hogy 8574 felirat az a jobb szélen van, tehát ide mindenképpen lesz egy tabulátort el kell helyezni. Tehát 16 cm-hez egy jobbra igazítós tabulátort felveszek. Oké. Okay. Megnyomom a gombot, és már is az a helyére került. A tulajdonjegyzék felirat szintén kék és középre igazított, tehát itt azt fogom csinálni, hogy ezt így kijelölöm, kiválasztom a kurír betűtípust, és a betű méretet nagyobbra állítom, körülbelül akkorára, mint a mintában van. Így ez aláhúzott, és van és kék, azt már beállítottam. Ennek a bekezdésnek is vannak térközei elől-hátul, viszonylag nagy, tehát 36 pont térközt elé, 36 pont térközt utána, és megint tabulátorokat kell majd ezekbe a sorokba tenni. Például lesz egy tabulátorom a sző betű előtt, hát ez lehet körülbelül itt az 5 centinél. 5 cm-hez fogok fölvenni egy balra igazítós kipöttyözött tabulátort, aztán utána lesz egy tabulátorom itt valahol a vége felé, ez mondjuk a 12 cm-nél, tehát 12 cm. Ez viszont már jobbra igazítós és pöttyözött lesz. Fölvesszük, és a 16 cm-hez is egy jobbra igazítós pöttyözöttet. Hát lehet, hogy most valamit elrontottam, de mindjárt meglátjuk. Az A után nyomok egy
tabot, ez kitöltötte, ez nagyon jó, és akkor a 20-as után megint csak nyomok egy tabot, és ide is nyomok egy tabot, és már készen is van. És akkor a következő sorba ide a szöbetűig kell, hogy érjen a tabulátor, tehát 5 centig gyakorlatilag. Úgyhogy megint fölveszek egy új tabulátor pozíciót ebbe a sorba. Tabulátorok, 5 cm balra igazítós pöttyözött felvétel, oké. Okay. És akkor itt a forint előtt nyomok egy tabot. Ezzel meg is vagyunk. Ide jön egy táblázat, ezt a beszúrás menüben megfigyelhetjük, hogy 5x7-es táblázatra van szükségünk. Érdemes persze nem elrontani a kattintást, tehát beszúrás 5x7-es. Beírom a szavakat a fejlécbe, mennyiség, egység, típus, megnevezési, zárójel, gyártási szám, zárójel zár, és elintézve megfigyelem, hogy ezek a cella méretek nagyobbak, és ezek a cellák középre vannak igazítva minden irányból, ezen kívül dőltek, és valamivel nagyobb betűvel is írattak, igen, valamint a táblázatnak vastag a szegélye, tehát a táblázat szegélyes mintázatnál körbe nem félpontos, hanem mondjuk 2,5 pontos cella, vagy vonalvastagságot fogok rakni. Ezzel is készen vagyok. A fenti árukat a vevő legkésőbb 2000 valahány hóig, tehát itt akkor a hó az idáig ér a 9,5 centig, megint csak tabulátor következik. 9,5 centihez föl fogok venni egy balra igazítós, ugyanakkor kitöltős tabulátor pozíciót, illetve 16 cm-hez egy jobbra igazítós pöttyökkel kitöltős tabulátort. Így, és akkor már itt csak egy kattintás, még egy kattintás, ezzel készen vagyok. A boltvezető és vevő felirathoz pedig szemfüles vagyok, és egyszerűen átmásolom innen az előző oldalról a pöttyözéseimet, mert minek dolgoznék kétszer. A boltvezetőhöz megint csak a tabulátort beállítjuk 2,5 centihez középre igazítósra, és 13,5 centihez megint csak középre igazítósra. Kattintás, a vevőnél megint kattintás. Tehát ezzel is készen lennék, bár még ezelé a sor elé kéne egy kis térközt betenni, azért, hogy legyen hely az aláírásnak. Tehát a második feladattal is készen vagyunk. Most már csak a harmadik oldalhoz a tartalomjegyzékre van szükségünk. Most itt a stílusok létrehozására lesz szükség. Gyakorlatilag azt fogom csinálni, hogy ezt a feliratot címsorra alakítom. Na most ezt meg tudom csinálni úgy, hogy új stílust létrehozok ebből a kijelölésből. Egyszerűen csak azt mondom, hogy új stílus, és a stílus alapja az címsor legyen. Sajnos itt át akarja állítani a bizonyos beállításait, tehát maradjunk inkább a feketénél. Tehát ebből egy címsort csináltam, és a tulajdonjegyzékből is címsort fogok csinálni. Itt is azt mondjuk, hogy címsor 1, ez így jó is. Rendben, és akkor a dokumentum végére megyek, beszúrás, oldaltörés, és akkor ide be fogok szúrni egy tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzék az a hivatkozásnál készíthető, és akkor egy teljesen sima, egyszerű tartalomjegyzéket kell beszúrni, és már készen is van a feladat, pontosan 15 perc alatt elkészíthető volt.